Szép napot kívánok mindenkinek! Ahogy láthatták, a 334-es házszámnál vagyunk. Mindszenten, Csíkmindszenten, Csíkszeredától autóval, nem tudom, 7 perc, 8 perc, biciklivel egy kicsivel több, de egy nagyon szép helyen vagyunk, és hát én köszönöm szépen Pap Hajnalnak és Szőcs Zsoltnak, hogy fogadtak minket, mert egy olyan teljesítményt szeretnénk bemutatni a mai úgymond csíki napon, amire azt gondolom, hogy méltón lehet nem csak Mindszent, nem csak Szentlélek község, hanem Csík, Hargita megye büszke arra a teljesítményre, amit az elmúlt, ahogy nekem itt szerepel 25 évben igazából tudást és hát a kézművességnek a mester szintjén elértek. Hát be fogunk majd jönni hozzájuk és megmutatjuk a műhelyt, illetve azokat a gyönyörű, szép kézműves termékeket, amelyeket készítenek agyagból. És hát fogják látni, hogy milyen sok csodás hát dolgot lehet előállítani abból a egységes szürke anyagból. No, de induljunk onnan, hogy akkor én kérdezném Zsoltot, hogy hogy volt ezelőtt 25 évvel, illetve hogy kerültek ide Mindszentre? 25 évvel ezelőtt alakult egy ilyen egészen kicsi csapat, úgymond a feleségem és egy kollégája, akivel együtt dolgoztak. Ezelőtt 19 évvel. Jó. A szakmában vagyunk jóval régebben. Igen. 19 évvel ezelőtt. Nyugodtan lehet mondani. És közben menjünk benne. Előrebérbe volt, aztán a férjem csatlakozott hozzánk 2,5 év múlva. Akkor bementünk az Ártánál, volt bérbe, ott béreltünk, mihelyt ott is voltunk 2,5 éve. Időközben sikerült ezt a házat a telekkel megvásárolni. Ez egy istálló volt, amiből elkészítettük a kerámia műhelyünket, hát kicsidenként, fokozatosan. És az ötlet akkor az 19 éve megszületett, vagy mi korábban? Azelőtt már a szakmában voltunk benne. Én 16 éves koromban az agyaggal kapcsolatba kerültem. Először a vitos kerámián kezdtem, volt aztán, mikor az iskolát befejeztem. Aztán utána egy dísztárgyakot készítő kerámia műhelyben, ahol régen még a faragott kerámia volt, a pálcozott, lakkozott faragott kerámia. Utána a Geolex keretén belül volt egy kerámia műhely, a későbbi keramika. Ott szereztem a tapasztalataimat ezeken a területeken. Aztán... És mi jöttek ide ki? Vagy szétnéztek, kerestek helyet? Szerettem volna házat, házban éljünk, udvar legyen, gyerekek is, ha lesznek, más körülmény, hogyha házban vagyunk. És amikor 19 évvel ezelőtt elkezdtük, akkor volt, hogy a férjem az Árta szövetkezetén keretén belül betanulta a korongozást. Igen, volt egy lehetőség, hogy megtanuljak korongozni, és úgy éreztem is késztetést erre. És akkor, tehát udvari, benti, tehát minden helyre, ahol csak lehet dísztárgyakot, azokat el tudják készíteni. Tehát... Igen, próbáljuk elkészíteni, és próbáljuk a legszebbeket, vagy a legjobbat magunkból kihozni. És akkor ez az épület, ez régebb egy melléképület volt? Ez egy melléképület, pontosabban egy istálló volt. Mi ezt úgy vettük meg a telket, rajta volt ez az istálló, és utána aztán bővítettünk, próbáltuk szebb és jobbá tenni, olyan felületet kapjunk, ahol tudunk majd készíteni tárgyakat. Jó, hát akkor menjünk be ide, itt közben majd itt lesznek a helyi Nagy István Általános Iskola néhány diákja, tessék csak
menni, szülői engedély, iskolai engedély, tehát minden engedélyünk megvan. Sziasztok, fiatalok! Na, egy kicsit mondjuk el a folyamatot, hogy hogy készül. Tehát, hogy ugye itt van a agya. Innen is indulhatunk, igen, pontosabban innen. Hogy néz ki egy darab? Keresztúrról, Keresztúr környékéről hozzuk, Csekefalva, a Csekefalváról hozzuk így 15 kilós csomagolásban. Igen. Ez elő van készítve, és... Tehát minden kerámiának az alapja egy ilyen. Ugye az anyag, és akkor ez nagyon jól át van, gépeken át van szűrve, meg teljes mértékben ki van véve az a nem... Hát ami idegen anyag. Igen, idegen anyagok, úgyhogy teljesen le van szűrve, és ebből már lehet úgy dolgozni, hogy készen van az agyag. Jó. Úgyhogy meg hát is tudom mutatni, így egy rövide át kell tésztát gyúrni, igen, mind a tésztát átgyúrjuk. Minden fazekas, minden keramikus átgyúrja egyszer, ez az alapja. Uh-huh. Jól által kell gyúrni. És akkor jól átgyúródott, akkor ebben az esetben ugye ez már elő van nagyon készítve, de mindig ajánlatos átgyúrni az agyagot, mielőtt feltesszük a... Régebben lábbal hajtották, most már motorral működik. És akkor a formálás az kézzel? Teljesen kézi megmunkálás, az egész folyamat. Minden egyes tárgy úgy készül el, hogy... Közben kérdezem a fiúkat, hogy megy a rajzolás? Hát nem a legjobb. Elrontottad? Következőbe. Egyedi tárgyak így készül. Igen, ez majd hazavisz. Ja, és a belévésed a mintát, hogy csinálsz? Igen. Hány? Hat. És még kerámiázni az első? Igen. El is fogom majd beszélgetni Kánya László iskola igazgatóra, aki itt van, elkísért minket, hogy tényleg az 5-8-as időszak máskülönben pont a hétvégén volt a pályorientációról egy elég alapos konferenciánk Csíkszeredában, és arról beszélgettünk, hogy már 5-8-ban, hát már 5-től el kell kezdeni, hogy a gyerekeknek mi áll jobban hozzá a kezéhez. Lehet valakinek ugye a focilabda, kinek micsoda. Helyi gyerekek itt járnak iskolába. Sok a iskola csoport, meg óvoda csoport is megfordult nálunk, jöttek. Uh-huh. És próbáljuk megszerettetni velük az agyagozást, az egész folyamatot. Jó, hát és tényleg ezért nagyon fontos, és arra kérünk minden iskola igazgatót, osztályfőnököt, hogy teremtsenek lehetőséget arra, hogy 5-8 időszakában a gyerekek minél több tevékenységben kipróbálják magukat. Nagyon sok javaslattal, ötlettel jövünk, ugye van főleg az iskola másként hét, most, hogy fizikai jelenléttel, tehát jelenléttel megy az oktatás, illetve bízom benne ősszel is úgy fog folytatásra kerülni. Nagyon fontos, hogy mindenki találja meg számára a legkedvesebb dolgot, ami vonzza ahhoz, hogy mit tegyenek a később. És Paphajnal Szőcs Zsolt műhelye például egy ilyen, ahol fogadják a gyerekeket, fogadják az osztályokat, és nagyon jó hangulatban lehet itt kipróbálni magunkat. Közben, időközben elkészült egy vázánk. Ez vázán lesz, ugye? Igen. Próbálok egy vázát összehozni. Hát nagyon fontos ugye a minden egyénnél a kezdet, hogy az alapok, hogy a lefogás, a felhúzás és a formázás. El lehet rontani? El lehet. Sokszor rontottam én is, amíg megtanultam.
Most mennyi? 10-ből hány a rontási arány, vagy 100-ból? Vagy inkább 100-ból lett számom? Hát most már ügyelek arra, és figyelek, hogy ne legyen rontás. Jó, tehát nagyjából így látható, hogy hogy elkészült a váz, egy kicsit közelebb a lányokhoz. Hogy megy a kézműves munka? Hát elég jól megy, szeretem is csinálni. Hogy teszek? Mit tesznek? Minden szerint, hogyha nagy leszel? Hát azt még nem tudom. Hát akkor kerámia a kézműveséhez készhezem. Látom, nincs elmondás. Szép, ez tökéletes. Még így kézműveskedtek már is az iskolában, vagy? Igen, igen, szóval. Aztán főleg tovább a tankulatorát. Mit sikerült? Na igen, ez közben. Hát ez nagyon tökéletes. Ebben nincs semmi hiba. És itt a, közben akkor látjuk, hogy készül egy, ez mi? Serleg, csupor? Nehéz volt-e vagy? Hát, én is legelőre csinálom, nem annyira könnyű. Na, de azért az időt el lehet ilyen szépen tölteni, nem? A lányokkal nevetgélni, beszélgetni. Közben a vázánk elkészült, és itt a következő folyamat az, hogy itt a díszítés. Mit kell tudjunk a díszítésről? A díszítés az lehet nagyon sokféle. Igen. Lehet rátét dísz, lehet karcolt, vésett, lehet gyúrni a felületen, különböző textúrát adni a felületnek. Sokféle eljárás. De ez mind egyedi a díszítés, ugye? Igen, egyedi. Akkor hogy, mikor valaki rendel ugyanabból tízet, vagy ez összejön? Hát régebb készítettünk olyan többet, de az utóbbi időben inkább egyedi dolgot, és a rendeléssel is úgy vagyunk, hogy kevesebbet vállalunk, inkább azt szeressük, hogy amit mi készítünk, amit mi megálmodunk, onnan válogasson a vásárló, mert úgy sokkal szebb tárgyak készülnek, mert hogyha valaki jön, hogy ez ilyen, olyan legyen, amolyan, nem tudunk a másik fejébe, szívébe úgy belelátni, tehát amit mi magunkból kiadunk, az lesz a jó. De... Akkor közben elkészült valamit, kellett még tudjunk. Igen. Hát elkészült most már ez, ez egy váza lett, úgy, ahogy az előbb is mutattam. Ez innentől már vár a díszítésre, és utána bepucolás jön, kiégetés, majd a legvégén az értékesítés. Igazgató úr, te hogy látod? Tehát ugye egy igazából egyik legnagyobb versenyben a te iskolád van, mert a városnak az elszívó hatása valószínű, hogy nagy mértékben érvényesül, de mégis azt látom, hogy az iskolátok szépen fejlődik, gyarapodik. Az 5-8-as pályorientáció tekintetében ti milyen gyakorlatot használtok, vagy mit próbáltok szervezni, odafigyelni? Az iskola másként hét programok keretében évente rendszeresen meglátogatjuk hajnikáikat, akik nagy szeretettel fogadnak minket, és ezáltal is a gyerekeink betekintést nyerhetnek ebbe a szép szakmába, ami ugyan eléggé ritka. Nem volt hagyománya ennek Csíkmincenten, de... Most már van? Most már van. Mondhassuk, hogy több mint évtizedes. 20 éve, igen. Két évtizedes. Igen. Na, és reménykedünk abba, hogy a gyerekek közül is valakinek megtetszik, megszereti, és akár bedolgozóként itt a vállalkozásnál, vagy akár konkurenciaként, de tovább viszi majd a mincenti fazekasság történetét. Hát igen, és tényleg itt a legfontosabb dolog az, hogy a nyolcadikban a gyerekek, amikor beírják a számítógépbe, hogy hova szeretnének menni, tovább menni, az legyen egy tudatos döntés. A tudatos pályaválasztás ügyében te hogy látod, hogy még mit lehetne csinálni, vagy mire lenne szükség? Jó lenne több együttműködés, több magánvállalkozó, hogyha hajlana afele, hogy az iskola másként hét keretén belül fogadják a diákokat.
Sajnos volt olyanra is példa, hogy próbáltunk együttműködni, nem helyi vállalkozóról beszélek. Uh-huh. Olyan magáncég is volt, aki elutasított, hogy hát sajnos ők nem tudnak fogadni, mert különböző indokokkal. Jó, tehát együtt az a kérésünk is, hogy tényleg az 5-8-as fiataljaink, hogy olyan pályát válasszanak, ami tényleg közel áll hozzájuk, a lelkükhöz, a készségeikhez, ahhoz nagyon fontos, hogy 5-8-ban segítsük őket, hogy minél több tevékenységet ismerjenek meg. Na, itt menjünk egy kicsit tovább. Itt lányok, ti, mi történt azzal? Kitörött? Nem baj. Pont azt beszéltük az előbb, hogy az egyedi darabok a legértékesebbek, vagy... Majd mikor kiég, akkor majd megragasszuk. Meg lesz ragasztva, jó. Hogy ment? De másképpen nagyon szépen kapunk. Úgyhogy rendben van. Úgyhogy gratulálunk érte. Köszönjük. És itt is akkor vannak azok a tovább, azok már a dísztett termékek? Igen, ezek égetésre várnak, meg is vannak száradva. Igen. A szállítás az itt történik? Igen, igen, itt történik a szállítás. És oké. Okay. Ezek a kicsi... Gyerekek munka. Gyerekek, igen, iskola másként alkalmából, Csíkszeredából jöttek ki, a József általános iskolából. Akkor menjünk tovább, tehát itt elő van készítve akkor a kiszáradva, és akkor itt vagyunk abban a helységben, ahol igazából láthatjuk a késztermékeket, de még mutassuk meg, hogy onnan hova kerülnek, ugye ez a kemence. Igen, ez az új kemence, ami látom, hogy EU-s pályázati forrásból. Igen, pályáztunk sikeresen, és... pályáztunk, ha sok jó embernek ezt a föltétlen el szerettem volna mondani, hogy... Igen, nélkülük nem valósulhatott volna így és ilyen módon. Na, tehát ez a jó példa, hogy EU-s pénzeket is be lehet hozni, illetve Kelemen Csongor van még itt velünk, aki itt tanulta a szakmát, esetleg néhány szót tudnál mondani, hogy mit tanult, és igazából mennyire tudja értékelni ezt a tevékenységet? Hát én ugye 16 évvel ezelőtt kerültem kapcsolatba ezzel a szakmával, még fiatal végzősként kikerültem az iskolából, és kellett valahogy értékesítsem azt a tudást, amit addig megszereztem, úgymond. És akkor találkoztam. Találkoztam, hogy ők kerestek valakit a műhelyben, én még munkát kerestem, és így kerültem kapcsolatba velük is a műhelybe, így kerültem be. Az agyag nem volt idegen számomra, de nem is volt teljesen ismert, mint nem dolgoztam ennyire intenzíven vele, és sok... De aztán összejött, nem? Igen, kialakult. Sok... több év leforgása alatt úgy érzem, hogy sikerült beilleszkednem ebbe a folyamatba, és hogy magamat ki tudtam fejezni benne díszítésen keresztül. Jó, köszönjük szépen! Itt, amiket most közben filmezünk, ezekről az edényekről, ha jól értettem, ez akkor készült, amikor először voltam én itt, a kemencébe, és készülnek leadni a dokumentációt a Székely termék védjegyre. Igen, a Székely védjegyet szeretnénk megkapni. És akkor ezekről kell készíteni fotót. Nehéznek tűnik a dokumentáció szállítása a Székely termék védjegyhez? Vagy? Mindig úgy vagyunk, hogy a papírmunka az ilyesmi, ez a papírmunka nehezebb, de... tőlünk. De azért még néhány szót azért, hogy nem csak a Székely termék védjegy, de már úgy értettem, hogy meg vannak hívva a Belgiumban is egy kiállításra, illetve járnak több helyre. Járunk vásárokba, fazekas vásárokba legfőbbként, de vásárokba
szoktunk eljárni. Belgiumban igen, az idei év az nagyon meghatározó lesz, úgy érezzük. És reméljük, hogy össze is fog jönni. Az mikor lesz, augusztus? Szeptember 11 és 12-én. Jó, hát ha még találkozunk ott is. Közben itt még egy-két terméket mutassunk meg. Itt most készül egy ilyen nagy váza, itt rajta vannak a 100 városok, ezt teltem meg. Ugye van rajta egy németországi kliens, aki innen ment ki, tehát Szedenből költöztek ki. Úgyhogy van erre lehetőség, hogyha egyedi megrendelésekkel, ugye kinek milyen a fantáziája, milyen elvárása, mire akar visszaemlékezni, itt jöhet a rendelésekkel, és láthatjuk, ugye, ahogy beszéltük, hogy a termékek nagyjából azok egyediek, és tényleg lehetőleg, hogyha a kliens elmondja, mit akar, akkor hát kötődnek ahhoz a gondolatvilághoz. Én itt Bodó Tímea, a belső építést köszöntöm a csapatba. Azért kértük meg, hogy jöjjön el, hogy néhány szóban, aki például fel akarja kicsit dobni, virítani a lakását, akarna egyet hangulatot váltani, vagy akár most épít, vagy kiegészíteni, akkor mit tudunk ajánlani? Hát mindenképp... Akár lehet megmutatni dolgokat is, bárhogy... Hát, hogy attól függ, hazamegyünk, szétnézünk otthon, hogyha olyan színek vannak a lakásunkban, ami színes, nagyon erős, nagyon élénkek, akkor inkább ilyen földszínű, vagy fehér, vagy hasonló színű. Tehát legyen kontraszt. Igen, hogy akkor lesz harmónia a lakásunkban. Hogyha hazamegyünk, és azt látjuk, hogy vagy azokat a színeket szeretjük a lakásban, amikor minden csendes, nagyon lágy, fehér, fa, ilyen nagyon természetes anyagok, akkor fel lehet... vidítani a lakásunkat. Tehát például itt, ahogy van, hogy a fehér falra, azok ott a persze, olyasmi. Például, igen. Vagy hogyha a bútoraink is, nem tudom, van egy falpolc rendszerünk. Arra nem biztos, hogy egy fehér váza illene legjobban. Lehet, hogy egy kicsi szint kellene belevinni, hogyha oda leül valaki, akkor érezze azt, hogy ez harmonikus, itt jól érzem magam. Még melyikről tudunk mesélni, vagy miről meséljünk? Hát, igazából... Itt, amiket a képek vannak a falon, ott szerintem minden iskolában, vagy minden osztályteremben el tudnék képzelni egyet, mert nagyon tudja motiválni a gyerekeket, látják a színeket, látják bármit. Szerintem mindenhová kellene minden osztályteremben egy ilyen. Na, tehát ez is egy felhívás akkor, hogy az osztálytermek, irodákban például mit találnak? Persze. Az is igazából stílus vagy színnek lehetne egy váza, egy tányér, egy kávéscsésze. Ugyanazokkal az elgondolásokkal, mint otthon is. Uh-huh. És a kertbe az mit érdemes figyelembe venni, vagy nagyobb kint? Kertbe is, igen, itt. Hát ott is igazából a harmónia a lényeg. Ugye a kert zöld, nem tudom, szürke, attól függ, hogy milyen térkövek vannak. Annak megfelelően is lehet jobban színesebb dolgokat berakni, vagy hogyha nagyon ilyen mediterrán stílusban alakítottuk ki a kertünket, akkor pedig a földszínű a kiegészítők, ami barnák, szürkék, ezek, amik találnak. Na hát itt közben láthatunk még, vannak kemencedíszek, vannak gyertyatartók, ékszertartók, faldíszek, tükörkeretek a vázák mellett, kaspók, és hát most a legújabb a használati tárgyak, a csészék, a fűszertartók, a tányérok, a sütőedények, ezek lesznek közelebb. Tehát ezt a lerbe be lehet tenni? Be lehet tenni a lerbe, igen. Igen. És mivel jobb a fém edénynél a terámia, vagy másképp alakulnak benne az ízek, vagy? Sokan azt mondják, hogy igen. Mi is hiszünk abba, hogy... Lehet zsír nélkül is oda tenni az ételt, csak úgy előkészíteni a húst, bevácolva, feszegezve, és egy pici vízzel esetleg saját zsírjába kiolvad, és úgy fog elkészülni. Jó, és hát akkor milyen vásárokra járnak? Járnak ugye a nagy vásárainkra, még hova járnak? Hol? Hát...
Sok helyre eljutunk, kerámiánkot elviszük innen Mindszentről. Voltunk Bukarestbe, Szeben az egyik legfontosabb a sok-sok vásár közül. Ki kell emeljem azt a fazekas vásárokból. A Redoutz, ami megint egy nagyon fontos, de fontos mindegyik, kicsi, nagy, és az itteni helyi vásár, ami hál' Istennek a megyei tanács által jó voltából minden hónapban sikerült megrendezésre, és ezt nagyon köszönjük. Ezt nem csak én, hanem sok-sok kézművesnek a nevében meg tudom. Volt ez a lehetőség, hogy tud, ezekben az ilyen pillanatokban is, amik történnek, azokon tudunk egy kicsit túl lenni, úgymond. Segítség volt ez is. Jó, és hétközben lehet jönni ide is vásárolni, ugye? Tehát a igen, mindig. 3-34. Telefonszámot majd beteszünk, beírjunk a felülírásban, illetve a kommentben is. Ugye a kerámia műhelyét, mint a belső tervezőnek az elérhetőségét, hogy bárki, hogyha úgy gondolja, hogy szeretne vásárolni, illetve ahogy hallhatták, itt, meg látták itt az előbb a német országba készülő vázával is, hogy egyedi elképzelésre készítenek termékeket. Úgyhogy a mai nap azért tartottuk nagyon fontosnak itt Mindszenten erről a, én azt gondolom, hogy mondhatjuk, nevezhetjük sikersztorinak erről beszámolni, mert egy szélesebb összefogás, több elem, több olyan helyzet, ami egymást erősítő hatást tudott generálni, és én most vagyok itt második szó, de mindig optimistán láttam itt a műhely vezetőit, és hiszem azt, hogy egy ilyen családi vállalkozásnak van helye a Székelyföldön, van helye Hargita megyében, Csíkban, és hogyha vannak további ilyen jó projektek, amelyekről úgy gondolják, hogy érdemes beszélni, az a kérésem, hogy jelezzenek, illetve hallhatták dísztárgyakot, testvértelepülések, testvérmegyék, cégajándékok, osztályteremberendezés, irodaberendezés, lakásnak a hangulatának a feldobása, egy sor-sor mindenre alkalmasok ezek a termékek. Az a kérés, amit majd a lenti számot hívják, és egyeztessenek időpontot, és miért ne tegyük szebbé azt a helyet, ahol vagyunk napközben ezekkel a szép termékekkel. Viszontlátás! Viszontlátás!